Ez most egy picit szokatlan videó lesz tőlem, mert erről nem igazán szoktam, vagy eddig nem igazán beszéltem ilyesmi témáról, viszont nagyon fontosnak tartom, hogy menjetek el szavazni most vasárnap, június 9-én, mert igazából a politika nem feltétlenül olyan dolog, amihez tökéletesen érteni kell és szakértőnek kell lenned, mert konkrétan az életünkről van szó, tehát minden politika, ha az oktatásról beszélünk, ha az egészségügyről, ami érinti a közvetlen hétköznapi életünket, és azért én nagyon fontosnak tartom, hogy menjünk el szavazni, és ha már van egy lehetőségünk így nagyon ritkán, 4-5 évente, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel. Én körülbelül egy éve ástam így bele magam jobban a politikába. Eleinte azt se tudtam, hogy merre hány méter, azt se tudtam, merre vagyok arccal. 2022-ben szavazhattam először, 18 évesen, és hát annyira nem voltam képbe, hogy megkérdeztem a szüleimet, hogy kire kell szavazni. Nyilván kire szavaztam. Tudjuk, szerintem. Segítettem a kétharmadot, sajnos, és ezt nagyon-nagyon bánom így utólag, de most már, hogy így jobban feltérképeztem a dolgokat, most már felelősségteljesebb döntést tudok hozni, és nektek is ezt ajánlom, hogy tájékozódjatok, és próbáljátok meg a saját gondolataitok alapján dönteni, és ne az alapján, amit mások mondanak nektek. Én sem akarok senkit befolyásolni, csak szeretném, hogyha elmenne mindenki szavazni, mert fontos, hogy szavazzunk. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy nézzétek meg a Partizánnak a választási műsorait. Most egész héten brutál jó műsorok mennek, és abból jól tudtok tájékozódni. Illetve a mai Jól van ez ígyben nagyon jól összefoglalták, hogy milyen pártok vannak, kikre tudtok szavazni. Ugye 11 párt indul most ezen az európai parlamenti választáson, ebből 9 van, ugye a Jól van ez ígyben megemlítve, mert ugye a másik kettő kimaradt valamiért, mindegy. Szóval a lényeg, hogy mindenképp menjetek el szavazni, mert én nagyon fontosnak tartom, és legyetek képbe, mert sokan csak elmennek, és azt se tudják, hogy mi fánterem ez az egész, és kire kell egyáltalán szavazni. Mások meg el sem mennek, mert azt se tudják, hogy miről van szó, én se tudtam eddig, viszont én annyira élvezem most már a politikát, és annyira érdekel, és hát imádom, komolyan mondom, minden nap az Önkényes mérvadót hallgatom, és én tökre jól így megtalálom most már a dolgokat, vagyis megértem a dolgokat, amik így történnek, és olyan, mint egy valóságsó ez az egész politika. Szóval, ami a tévében, a híradóban, meg ezekben megy, az tényleg érthetetlen, meg tényleg tök unalmas, de hogyha olyan nyelven van elmagyarázva, amit így mindenki ért meg, ami picit ilyen hétköznapi nyelven van, mint a Jól van ez ígyben, meg a Partizánban, meg az Önkényesben, akkor azért elég izgalmas dolgok történnek, meg vicces dolgok történnek, nevetséges dolgok sokszor, és így tényleg olyan, mint egy reality, úgyhogy ezeket mindenképp nézzétek, kövessétek, tájékozódjatok, és szavazzatok június 9-én. Sziasztok!